Ferencváros Triatlon szakosztálya az Albert Alapítvány és a Magyar Triatlon Szövetség támogatásával immár harmadik alkalommal rendezte meg az Albert Flórián Aquatlon emlékversenyt a Népligeti Sportközpontban. A versenyen, amely egyben Héraklész felmérő is a program által támogatott sportolóknak, úszásban és futásban mérték össze erejüket különböző korosztályokban és távokon a sportolók. Harmadik alkalommal rendezzük meg ezt az Albert Flórián emlékversenyt, aquatlon, ami azt jelenti, hogy egy úszó és egy futó számból áll, mi szakaszosan külön-külön bonyolítunk le, illetve összeadjuk az eredményeket, illetve ez a Heraklész az az utánpótlás válogatottnak egyúttal a felmérő versenye is, tehát itt a legjobbak triatlonosok jönnek el, illetve aquatlonosok az egész országból, a legkisebbektől az újonc kategóriától a szeniorig mindenkinek hirdetünk versenyt különböző távokon. Ez mit jelent? Körülbelül hány versenyző van itt most ma? 320 nevezőnk van, több mint 320 nevezőnk, 20 egyesület nagyjából képviselve egyéni versenyzők is indultak. És a klubból tőlünk körülbelül hány versenyző vett részt? Az utánpótlás teljes mértékben, tehát a 45 utánpótláskorú versenyzőnk, illetve a felnőttek is, tehát körülbelül egy 70 fradis versenyző indult a mai nap. Bár a legkisebb korosztályokban még a végeredménynél is fontosabb a megmérettetés és a kitűzött egyéni célok elérése, azért házigazdaként eredményesen teljesítettek az ifjú ferencvárosi sportolók. Az újonc lány kategóriában például a fradisták kibérelték a dobogó mindhárom fokát. Az is kiderült, az úszásból és futásból álló aquatlont nem csak a triatlonosok, de az úszók is eredményesen űzhetik. Na meséljetek egy kicsit, milyen volt az egész verseny, ugye, ha jól tudom, úsztatok és futottatok. Izgalmas. Hát jó volt. Hát nagyon kemény volt. És ti egyébként úsztok, futtok, vagy triatlonoztok? Mindannyian triatlonoztok? Én eredetileg úszok, csak járok egy héten egyszer futni. Én triatlonozok. Én is triatlonozok. Voltak már egyébként ilyen szép eredményeitek korábban, vagy ez most így az első komolyabb? Hát én indultam ilyen két tusa váltóba, és abba egy harmadik helyet szereztünk. Hát én a Máli Péteren ugyanígy végeztem. Én a Máli Péteren második lettem. Indultak olyan a Héraklész program által támogatott versenyzőink is, akik legfontosabb célkitűzése az egyéni eredmények megdöntése volt. Ez pedig sikerült is. Láttuk, hogy itt a végén eléggé elfáradtál, kifutottad magad. Megérte, milyen eredményed lett? Hát egész jó. Hát 12-0 valamennyit mentem, ami hát elég jó számomra, mert még sosem futottam még 3 kilométert. Voltam a hasonló versenyen, ez most már sokadik versenyem, csak most fölkerültem a serdülőkorcsoportba, mert eddig a gyermekben voltam. És akkor ezt gondolom azért egy kicsit így erősebb volt a mezőny. Igen, sokkal. De azért ez motivál téged is, nem? Hogy minél jobb legyél. Igen. Nothing to you alone, to you alone.